Az Erdélyi Magyar Szövetség Marosvásárhelyi szervezete koalíciós listán indítaná városi tanácsos jelöltjeit az RMDSZ-es jelöltekkel. 10 személy nevét sorolták fel, akiket alkalmasnak tartanak arra, hogy önkormányzati képviselők legyenek. Ezzel kapcsolatosan tárgyalásra hívták holnapra az RMDSZ Marosvásárhelyi szervezetének képviselőit. Bejelentette Marosvásárhelyen az Erdélyi Magyar Szövetség azoknak a nevét, akiket a városi tanácsosi listán indítana. 10 személy nevét sorolták fel, ám az EMS és az RMDSZ közötti országos megállapodás alapján előbb tárgyalnának az RMDSZ helyi szervezetének képviselőivel. A megállapodás kimondja, hogy a két fél közös bizottságokat hoz létre, helyi szinten figyelembe véve a közös indulás lehetőségét, illetve hogy elfogadják a politikai pluralizmust. Kali István, az EMS Marosvásárhelyi szervezetének elnöke szerint 4 lehetőség van arra, hogy a jelöltjeiket indítsák. A koalíciós listát tartanák a legideálisabbnak, amelyen paritásos arányban lennének jelen a két politikai alakulat jelöltjei. Az első az a koalíció, ez lenne a leginkább elfogadható kérdés számunkra, és még egyszer mondom, ennek a megállapodásnak a szellemiségét azt tükrözni leginkább. A másik lehetőség, ami valójában két lehetőség, az, hogy egymás listáin induljunk. Tehát annyira egy irányba van állítva a gondolkodás, hogy szinte mi se gondoltunk arra, hogy az RMDSZ is indulhatna az EMS listáján. De a lehetőség megvan rá. Sőt, szerinte ez még jó is lehetne, hiszen az EMS pártként van bejegyezve, így kevesebb támogató aláírást kellene összegyűjteni. Az RMDSZ egyébként már rangsorolta a jelöltjeit és a támogató aláírások gyűjtését is elkezdte. A másik lehetőség pedig nyilván ennek a fordítottja, amelyre Kovács Mihály Levente, az RMDSZ Marosvásárhelyi szervezetének elnöke is inkább esélyt lát. Ő korábban kizárta a koalíciós lista lehetőségét, mondván, az RMDSZ az identitását nem fogja feladni Marosvásárhelyen, ami azt jelenti, hogy akik együttműködnének az RMDSZ-szel, azok RMDSZ-es listán kell induljanak. Ha egyik lehetőségben sem sikerül megállapodni, akkor Kali szerint az EMS jelöltjei külön listán indulnak. A sajtótájékoztatón szó esett arról is, hogy habár az országos megállapodás szerint Marosvásárhelyen és Szatmárnémetiben az EMS az RMDSZ által állított polgármester jelöltet támogatja, Marosvásárhelyen Sós Zoltán pedig függetlenként indul, az EMS őt fogja támogatni.